Megyünk, Bubu? Gyerünk. November 3. hete. 6 hegy. TS melletti erdőszakasz. Tegnap még jó nagy köd volt, meg ilyen eső, és egész szép az idő. Mária útnak a bagi vége, legalábbis itt, ami a hathelyről vezet lefele. Gangster, megyünk a kisösvényen, föl a hegyre. Elindulunk itt fölfele. Valószínű régen valami út lehetett itt. Aztán jól lett hanyagolva. Kicsit nedves minden. Szögdécsel. Valahol sütünk valami finomat. Falutól nem vagyunk még 50 méterre. Nagyon jó esetben 100. És már a állatfekvések helyei láthatók. Ki gondolná, egy pont ide jönnek le a szarvasok. Meg a malackák. Mit találtál, rókolukat? És tényleg. Menj be! Menj be! Mi van benn? Menj be, nézd meg! Nézd meg! Menj be, nézd meg! Azaz, mi van benne? Mi van ott benn? Mi van benn? Mi van benn, Bubu? Semmi? Ki lakik ott? Róka? Ki lakik ott benn? Ott a rókoluk. Vagy borz, kiásta azt a lukat. Nézd csak meg gyorsan. De jó. Nem kicsi. De valószínűleg elhagyatott. Nem friss nyomok nincsenek rajta. Dobogó fülű. Az a füle egy kicsit kacska. Baloldali. Nem érdemes nagyon sietni, mert bár sok minden nem vettem föl, de roppantul lehet izzadni. Enyhén párás levegő van. Biztos van, hogy 100% a páratartalom. Tiszta nedv minden. A kátos nagy előnye, hogy ennek ellenére mégis viszonylag könnyen lehet tüzet gyújtani benne. Gyere, megyünk följebb. Felderítő kutya. De az erdőben valamikor, régebben, hiszen 30 éve, lehet, hogy több. Hát kicsiben magasabbak voltak a fák, mert akkor, hogy volt azóta egy írtás.
balra tőlem volt egy völgyecske, mégis az megvan, viszont az a nagy fa, amin egy hatalmas nagy sasfészek volt, az már nincs meg. Óriási nagy fészek volt rajta. Azt hiszem kivágták. Sajnos. Megyünk még ezen az úton, még el nem fogy. Aztán elmegyünk balra a sűrűbe. A vaddisznósra. Mégis ez mindig vaddisznós. Nyomok hátán. Estére egyszer ide ki kéne ülni. Hatalmas forgalom lehet. Vissza! Erre megyünk, jobbra! Gyere! Érdekes, hogy bár kicsi a kutya, ellepi a fű lassan, és mégsem vizes. Pedig csatok víz van mindenütt. A cipőmön látszik is. Hál' Istennek vízálló. Meg lélegzik, meg minden, ami szükséges. Egy jó túra cipőhöz. Azt tervezem, hogy innét átmegyünk majd a Tűfokára. Aztán valahol majd a határon piknikelünk egyet. Ha úgy alakul, felengedjük Zümikét. Szegény kis városi kutyuskák már menetelnek az aszfalton. Búbó meg aztán merre lát. Imádja. Ezt a libegő fülét. Semmi ez nem fogható járás. Szögdécselés, ugrálás egybe. Minden csak nem jár. Mókás. Mi van, móka, Marci? Őkkel már múltkor kezdett elszemtelenedni. Egyre messzebb a csámborgot, kénytelen voltam megkötni. Úgy látszik, megjegyezte, hogy nem szabad bolyongani messzi. Itt van pár méteres körzetbe. Kisütött a nap, de jó. Micsoda disznószállást találtam. Ott van né. Ki van túrva. Gyönyörűen. Itt éjszakáznak malackáik. Vici mackó meg Romániában, meg Szlovákiában. A rengetegben. Meg kell varni majd a nacimat. Térdbe el van szakadva egy kicsit. Kutya fáját. Milyen előny ilyen pici kutyának lenni ilyen helyeken? Én itt küszködök azzal, hogy ne nyársaljon föl az akác, tüske, meg az ágok. Eddig lazán elfér mindenütt.
És ehhez képest meglepően gyors. Rövidesen átérünk egy másik jó kis disznó szakaszra. Itt vagyunk mi. Itt szeretik kitúrni maguknak a megfelelő kis gödröcskét, amiben elszondikálnak esténként. Vagy nappal. Éppen mikor jön rájuk a fáradtság. Nincs ide jó kis tisztáska. Hát itt rakunk egy tüzet. Kis szimpatikus hely. Elmegyünk egyel tovább följebb. Ez itt jól néz ki. Ja. Gyere, Bubu! Sátort verünk. Tábort pontosabban. Hát a Bubu inkább szaladgál. A dolog a jó táborhely megválasztása. Amit csak lehet, akaszgassunk föl. Mert mondjuk akkor nem lesz nedves az alja. És hogyha fölveszük, akkor mi se. Kis lábaska, három lábú kis szék, tűzfújó pálcika, nekem beleverni az ember arcát a füstbe. De nem bózsi ez, zacsi. Víz, tea, kis pohár kávéfőző. Magyarul minden, ami kell egy jó kis kajáláshoz. Na. Itt a kis tűzrakó hely. A kis lábasok, ilyen ebbe forgácsolunk egy kis fát késsel. Ilyeneket. És ez tök jó meg fog gyulladni. A vizes az erdő, kicsit vastagabb fát kell így elkezdeni, hogy hívják olni, forgácsolni. A belső ez tuti száraz lesz. És az egész jól meg fog gyulladni. De a tűzés közben hernyó úr slattyog a tűz fele, és érzi a meleget. Majd eszébe jut, hogy nem jó ötlet. Na mindegy. Szépen lobog. Szépen sül a szalonna. Annyira nedves minden, hogy nagyon rossz tüzet gyújtani így. Akácfát kell használni, mert az nyersen is elég jó ég. Nyami. Fog, mire lassan végzek a hajával, jöhet a kávé. Ugye, Bobuka? Jön lefele a kávé. Ó, gyönyörű. Mosogatás. Ezt ketten szoktuk csinálni. Bubuka kinyalja a tányért, én meg kitörölgetem. Így. Ezt egy másik felét megállt. Ügyes vagy.
Végeztél, Bubu? Igen. A kormot azért ne nyald le. Na. Fönt vagyunk a nagy tatárülésen. A szép idő van itt. Az ott bag. Itt van a tűfoka. Visszabevegyünk a sűrűbe. Milyen könnyű dolga van az anyja étszerzett. Én meg itt éppen ott csak beférek. Na. Gyere! Csibész. Sűrűből sűrűbe. Akarok gyűjteni egy kis fenyőgyontát. Gyújtósnak tökéletes. Olyan szép tobozok vannak. Tegnaphoz képest gyönyörű idő van. Na. Friss malac nyom. Ott van mi? Hát, hogy ezt ugatta a kutyus. Hullatékos malacka. Gyantás fenyők. Már csak egy gyantabatyúra van szükségem. Amit be tudok csomagolni itt a kis zacsikába. És akkor azzal könnyebb lesz tüzet gyújtani legközelebb. Láthatóbb az erdő, mint a másik sűrű volt. A fenyő erdőbe kifejezetten vigyázni kell, amikor kicsit nyálkásabb az idő, mert úgy csúszik benne minden, hogy botrány. Kutyus, elemászott a gombába.
Nem gyönyörű? Megvan, amit kerestem. Ott van a kis magaslás nem messze tőlünk. Oda is megyünk. Micsoda nyiladékokat vágtak itt az erdőbe. Ezek csak fönt. Aztán mindjárt lent. Ott a les. Megnézzük ezt a kis magas les közelebbről. Aztán majd fölmászunk rá. Ez itt a szárazárok nevű rész. A vizesárok a domb túloldalán van. Bubu! Bubu a magas lesen. Nagyon szép az idő. Sózó. Közelebbről a sózó. Megyünk benne az erdőszakaszon. Aztán lehet, hogy lereszkedünk majd itt a száraz gödörbe. A száraz árok más néven. Megkeressük inkább a Mária utat, aztán lemegyünk azon. Mário, Szent Szűzanyó. Nagyon szép túraidő van. A domb másik oldalom járnyékban van. Csattalatyak. Még fönt van a nap. Jó lenne odaérni a árok aljához. Nem másért, csak hogy megnézzük, milyen ásatásos dolgok vannak arrafele. Hűha! Takácva. Kicsit távolabbról lehet látni, hogy szarvas meghegyezte rajta rendesen a zagancsát. Tjú, micsoda zaj van itt! Itt csak az autópálya.
Szamária út. Mehetnénk ezen is, de most nem. Mellettünk az autópálya. Frankó, hogy itt van meg minden, de ordenálé nagy zajjai jár. Mária útnak a stráda mellett vezető része, és éppen Gödöllő irányába tartunk. Őkelme megy elő. Integető balfüle. Kajuk. Vizes gödörrel. Szemben a vadaskert. Fenn a százöles tetején éppen megy lefelé a nap. Vagy csak a föld fordul más irányba. Meg egy bubu. Gyere, koma! Hú, de jól néznek ki a felhők. Naplementében. Nagyon szép. Út a Csintoványhoz. Amikor ezen az úton jártak át, Rókolukon keresztül, egészen Vátszent Lászlóról, ilyen kefekészítők, de itt él valami Csintovány nevű növény, amivel egy tök jó gyökérkefét lehet csinálni. Kis gengszter. A vasúti híd. Nemrég még bokáig gázoltunk benne. Mármint a patakból. A hód lakta patak. Ah, hogy föl van ott duzzasztva. Hát, hogy építettek ide egy gátat, ők el még. Az ugrás helyszíne. És ott vannak őzikék.
Pont eltettem a drónt, a fene vigyel. Szép az ég itt az árok alja fölött.